Annyi minden történt, hogy a hülyeségre most tényleg nem lesz idő, de azt, ezt fogsz, azért... Mi lesz a szereped? Igen, nagyon rövid leszek. A Gábor írt nekünk, méghozzá Norvégiából. Kubatóban és ugye a Kolstad nevű csapat, amit így kell írni, annak a helyes kiejtése Kulsta. Csak hogy ti is tudjátok legközelebb. Az O betű, ez esetben U betűnek ejtjük, a végén a D betű pedig nem kell ejteni. Tehát még egyszer, hogy gyakoroljuk. Kulsta? Kulsta. Kulsta. Köszi Gábor, nem ez volt a hülyeség része, hanem utána írt nekem, és egy kis adalék a kuponsztorikhoz, Nura Mörk, mert hogy őt meg így kell helyesen ejteni, hogy Nura Mörk, ékszerkollekciót adott ki a neve alatt. Gyerekek, van Isten, ennek utána nézzük majd. Ez pedig a Vax, azon műsor, amiben annyi téma van, hogy már 1-2-3 A4-es lappal érkezett Egri Viktor, és te is, hát ahogy látom, edzeteltél. Én pedig hoztam szokás szerint a kérdéseimet, mert hogy Gábor is írt nekünk, de hogy mit írt nekünk a Veszprém Szeged kapcsán, arra mindjárt rátérek, de előtte akkor Veszprém Szeged, a Ferencváros igazolásairól, hosszabbításairól, illetve BL meccséről, Győrről, nagyon idegesek lesztek, de nagyon picit fogunk tudni beszélni, úgyhogy már sokan most elkapcsolnak. És természetesen a válogatott keretről is fogunk beszélni, meg szeretnénk még egy kicsit egyéb dolgokról is, úgyhogy haladjunk gyorsan. Úgyhogy a Veszprém Szegedről annyit, hogy döntetlen lett a szuperrangadón, és azt gondolom, hogy hát nagyon jó kis mérkőzést láthattunk, nem tudom, hogy nektek hogy tetszett. Hát voltak nagy pofonok is, a Bánhidi erről nyilatkozott, mondta, hogy 10-es skálán 11-es volt a pofonosztás. Igen. Hát kapott egy jó nagyot lövőkarra a végén. Ez csúnya volt. Izgalmas volt szerintem, meg feszült hangulatú volt, tehát ez a része rendben volt. Bizonyos időszakokban voltak jó megoldások, de a vége felé Viktor szerint nem, fölhúzta szemöldökét. Én a vége felé éreztem inkább, hogy rengeteg a hiba. Szerintem alacsonyabb volt a színvonal, mint amihez hozzászokhattunk az előző mondjuk évtizedben a Veszprém-Szeged mérkőzéseken. Az alapszakaszban is már? Igen. Tehát az átlagos színvonalnál valamivel alacsonyabb színvonalú volt ez most, de ez nem azt jelenti, hogy rossz volt, hanem lehet, hogy egész más miatt, lehet, hogy feszültebbek voltak a játékosok, vagy úgy érezték, hogy most inkább kell bizonyítaniuk. Mind a két oldalon vannak problémák, ez teljesen egyértelműen látszott. Ezeknek egy jelentős részéről itt már beszéltünk, most ezek lehet, hogy fokozódtak is, ugye mondjuk a Veszprémnél Nenadić kiesése után a variációk száma az leszűkült. A túloldalon Henigman kiesése okozott gondot azzal, hogy ugye Gaber továbbra sem egészséges, és azért a védekezésben szintén kevesebb opciója volt Pastornak. Tehát itt voltak problémák. Én nekem ez a meccs kevésbé tetszett, mint az előző évtizedek rangadói úgy általában. Akkor kezdjük ezzel, mi nem tetszett benne. Hát, a hibák, amit is említettél. Rengeteg hiba. Esünk gyorsan túl rajta, a játékvezetés sem tetszett. Szerintem rengeteg olyan hiba volt, ami ezen a szinten nem indokolható. A kétszer indulás elnézése, vagy amikor elviszi egy játékos a bedobásnál a labdát, azért nem adnak 2 percet. A piros lapok megítélésénél is legalábbis volt olyan, amiknél úgy éreztem, hogy nem feltétlenül jó döntést hoznak. Tehát ugye 2 volt, gondolom, nem a másodikra. Nem a másodikra gondoltam. Tehát az elsőnél Henigmanénál nem éreztem a szándékot semmilyen szinten. Az egy teljesen véletlen lecsúszott érintés volt. Nem biztos, hogy egy ilyen szintű mérkőzésen ezért piros lapot kell adni, bár lehet, tehát ezt nem tartom égbe kiáltó hibának. Inkább az volt az érdekes ennél az esetnél, hogy a tévé közvetítésben lehetett látni, hogy melyik lassítást nézik meg sokszor, és pont azt nézték meg sokszor a piros lap előtt, amiből semmit nem lehetett látni, hanem takarásban volt az eset. Tehát azt oda-vissza pörgették 8-szor, ami nem lehetett semmit látni, majd elővették a piros lapot. Tehát, hogy na jó, mindegy, tehát én szerintem ez sem volt olyan jó. Lehet látni, hogy a Veszprémnél az átlövő játék az még mindig nem a világ legteteje, mert távoli lövésük az nem volt olyan sok, inkább két beállóra, befutásokból, vagy szélsővel, vagy irányítóval tudtak eredményesek lenni. A Szegednek az a gondja szerintem abszolút kijött, hogy a védekezés-támadás csere nehezen megoldható. Frimmel kettesbeli védekezése az szerintem továbbra is a
nem túl komolyan veendő kategóriába tartozik. Igazából nem is hatos falat védekeznek vele, hanem egy kicsit eltolt 5-1-et, mert ő előrébb helyezkedik, mert a vonalon nyilvánvalóan kiszolgáltatott lenne, és kénytelen Báhidi bevédekezni mögé a vonalnál megjelenő játékosokra, de ebből rengeteg gondja volt a Szegednek. Szóval sok a probléma, és kevés igazán magas szintű egyéni teljesítményt láttam. Ebből a szempontból Martinst emelném ki, aki hát annak ellenére, hogy Juan Carlos Pastor azt nyilatkozta, hogy ő továbbra is Bombácsban bízik, azt bizonyította, hogy bár az edző Bombácsban bízik, de ő viszont saját magában. Nagyon élvezte a rangadót, az látszott minden megnyilvánulásán. Hát és a végén nagyon fontos gólokat lőtt, tehát szerintem, hogyha egy nevet kéne megpendíteni, hogy ki volt a letéteményese annak, hogy visszajött -2-ről, és a végén ponttal ment haza a Szeged, akkor az ő. De a magyar népmesékben milyen érdekes, nem adta, hogy mindig a kis királyfiút, a legkisebb gyereket szerette az apa. Itt meg az apa a legnagyobbhoz ragaszkodik, és a kicsivel érezteti azt, hogy még szedd össze magad gyerek. Ez is egy nevelési módszer, hozzáteszem. Igen. Mindenesetre én az elején azt figyeltem meg, hogy az elejétől kezdve, hogy igyekeznek rohanni a csapatok. Ugye el is mondta azt hiszem az első időkérésénél Ilics, amikor ott a Bánhidi körüli védekezésről beszélt. Érdekes volt, mert ugye Bánhidi nagyon sokáig nem lőtt gólt, azt hiszem a 37. percben lőtte az elsőt. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt a csapat a hasznára, mert már ott az első időkérés előtt volt egy zicsere talán, ami kimaradt, de volt 2-3 kiharcolt 7 méterese. Egyébként az időkérés után 7 méteres kiállítás egybe az első szegedi támadásból, tehát annyira nem jött be, legalábbis nem éreztette azonnal hatását az Ilics által elmondott taktikai utasítás. És ugye egy támadásban meg, és az is fontos volt, hogy Bánhidira menjenek egyegyezni, ami többféle szempontból is hatásos lehet. Egyfelől nyilván rajta lehet azért tempót fogni, talán könnyebben, mint Máskovseket. Másfelől pedig, hogyha ez így van, és kiállításokat sikerül neki összehozni, akkor egyfelől pihen egy picit, másrészt viszont talán ki tudják szórni. Szóval, hogy ott mondtanél az időkérésnél, hogyha megvan a labda, akkor viszont fussunk. És a Szegeden is azt éreztem, hogy gólok után is azonnal rohantak, ugye volt egy-egy csere mindkét oldalon az első fél időben, és ezt igyekeztek azért kihasználni a csapatok. Az első fél időben volt egy olyan szakasz, amikor ugye Bánhidit próbálta pihentetni Pásztor, amikor kettőt cserélt. Hát ez a szokásos, a amikor a Henigman Mácskovsek dúó védekezik belül, amíg Henigman még fönt volt. Igen. Báhidi helyzete nagyon érdekes, mert hogy így, hogy nincsen Gaber, így védekezésben is nehezebben tehermentesíthető. Ugye Henigman piros lapja után ez fokozottan vált igazzá, és továbbra sem élvezi Rosta Pásztor bizalmát, annak ellenére, hogy most már vannak bajnokik, ahol tízesével lövi a gólokat, és én azt érzem, hogy Bánhidi nem biztos, hogy sokáig fogja bírni azt, hogy neki 50 perceket kell meccseken játszani. Ráadásul, amit te mondasz, hogy rajta próbálnak tempót fogni, az nem csak amiatt van, mert ugye alkatilag akkora, hogy esetleg sokat egy gólcselező játékos meg tudja verni, nem sokat játszik, tehát fáradtabb is lehet, illetve a mellette játszó balkettes védő pozíció a legérzékenyebb a Szegednél hátul. Tehát ott ugye Bodot nem nagyon láttuk támadásban, vagy egy-két akció igen, erejéig. Volt benne nagyon-nagyon rövid ideig. De Bodó továbbra sem a legjobb védő, amikor ott van bal kettőben. Bár hozzáteszem, hogy egyből egy labda szerzéssel kezdett most, igen. De akkor jöttek fel, amikor, és ezt akartam is mondani, szabad ne feled, hogy 9-11-nél történt meg a csere, felírtam, tehát vezetett a Szeged 11-9-re, amikor Bánhidit levitték, Henigman be középre, és Bodó jött védekezni, akkor láttuk ezt már, és onnan fordított 12-11-re. A Veszprém. Jó, de azért nehéz ezt így értékelni, mert hogy ugyanakkor történtek meg a cserék a Veszprémi oldalon is, tehát lehet azt mondani, hogy akik akkor jöttek a Veszprémbe, mondjuk Ligetvári speciál például nagyon sokat tett hozzá, igen. De kétségtelen, hogy mondjuk Bodó védekezése nem olyan szenzációs, és hát Frimmelét azt akkor továbbra is mondanám, hogy ezzel a testalkattal kettesben védekezni ilyen ellenfelekkel szemben, ez egy nagyon nehéz dolog, és Bánhidinek ezek mellett a játékosok mellett kell hármasként megállnia a helyét. Úgyhogy nagyobb rajta a teher. Meg tudod, szerintem lehet, hogy kapott volna egy több pihenőt, de például felírtam a második fél időben, a 40. percben jött be Rosta először, és ugye a 43. ban videózás után
kiállították, és utána már nem jött vissza, Lánidinak világgyorsan vissza kellett állnia. Pásztor úgy értékelt, hogy piros lapot kapott Rosta. Tehát ő nem számított. Igen, ez a Gáber meg a Rosta, hogy így nem játszik, így a Bánhidinek nagy terhet ró, viszont ha már a Bodóról beszéltetek, akkor itt dobnám be azt a kérdést, ami egy kicsit távlatibb, de fontos. Gábor írt nekünk három kérdést, bocsánat, négyet. Szüksége van-e a Szegednek Bodó Rihárdra, úgyhogy érkezik Szita Zoltán? Neki úgy tűnik, hogy még úgy sem játszik, ahogy tavaly, valamiféle komoly formán kívüliséget lát, továbbá, mintha a kettes védekezés sem javulna igazán, ugye erről. Az a baj, hogy ez már nem formán kívüliség. Tehát a formáról lehet beszélni szerintem mondjuk három hónapig, fél évig, de az a baj, hogy Bodó Ricsinél ez most már hosszabb ideje tart, és egyelőre nem látni a kilábalást, tehát én nagyon drukkolok neki, hogy egyrészt kapjon több lehetőséget, mert azért szerintem azzal is van probléma, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Mácskovsek az első számú balátlövő most már támadásban is. Hozzáteszem, hogy nyilván ebben is szerepelhet annak, hogy nincsen Gáber. Biztos. És így azt akartam mondani, hogy nem tudja cserélni Mácskovsek. Igen, védekezésben is fontos Mácskovsek, és így könnyen megoldani, de ez biztos, hogy nem építi, hanem rombolja Bodó önbizalmát is, játékát is. A második félidőben egy másodpercet nem volt fent, és az első félidőben is marginális szerep jutott neki, tényleg támadásban talán egyszer-kétszer. Igen, én szerintem még az is megkérdőjelezhető, hogy mi lesz a szerepe a válogatottban Bodónak így, mert ugye a Ligetvári sem kapott nagyon sok lehetőséget támadásban a veszprémi csapatban, viszont azért ő azért összeszokott sípossal, szerintem jobb bal kettes védő, mint Bodó, és amikor támadásban fent van, akkor jelen pillanatban többet tud hozzátenni a csapata játékához, mint Bodó. Tehát, hogy Szita is jön ugye felfelé. Igen, most már. Tehát ott is kérdőjeles, hogy mi lesz Bodóval, azért én nem írnám le. Lehet, hogy neki ez pont jó lenne, majd, hogyha így hárman lennének top formában, most egy idealizált világot képzelek el, és akkor közülük kellene választani, mert az egy nagyon erős posztot jelentene. Ugye ez egy nagyon ritka dolog, hogy egy poszton lévő három játékos egyszerre legyen csúcsformában, klubcsapatnál különösen, de mondjuk válogatottnál sem gyakori, de itt akkor zárójelben csak ilyen előre lábjegyzett, hogy a Győrnél mondjuk a három beálló egy poszton egész jól el van. Tehát elég magas szinten, de tényleg ritka. Úgyhogy én Ligetvárit emelném ki, és hát ugye mindenképpen azt, hogy Lékai, Nenadics, nem tudjuk milyen sérülése miatt sokkal többet játszott, mint máskor szokott, és szerintem abszolút helytált. Tehát nem azt mondom, hogy ő vitte az együttesét, de az előkészítései megvoltak. Beállóba befutott igen. Többször. És Jahia egyébként milyen szépen osztogatott. Neki két gólpaszt adott, de másoknak is voltak nagyon jó átadásai. Azt is kérdezte egyébként Gábor, ha már így személyeskedünk, hogy a Blonz beilleszkedése megtörtént, ahogy látjátok Szegeden. Lehet, hogy költői a kérdés, és válaszolt is rá, hogy azt írja, hogy neki úgy tűnik, hogy rajta kívül mindenki lassan megtalálja a helyét. Ugye Martins is, ahogy ti is mondtátok, egyre jobb a Blonz. Szerintem voltak neki nagyon jó mérkőzései, aztán volt a sérülése. Most igazán akkor kaphatott volna esélyt ezen a meccsen, hogyha az első félidőben vele kezdenek, mert a második játék részben azzal, hogy Frimmelt kettesben kellett védekeztetni, igen, hogy kevesebb csere legyen, ezért őre nem számíthatott. Úgyhogy ott gyakorlatilag kilőtte a lehetőségek tárházából őt. Igen, hát mondjuk Juan Carlos Pastornál nem olyan könnyű beépülni, ezt látjuk, hogy ő megköveteli a játékostól, hogy minden elemet a tökéletességig ismerjen, és utána kezd el bizalmat szavazni. Uh-huh. Meggyőződősen például, hogy itt ezen a mérkőzésen is az volt a terve alapvetően Martinssal, hogy behozza egy 5-10 percet, és akkor amíg Bombács kipihenni magát, addig ott lesz, csak Martins annyira jól szállt be, gólokat lőtt, előkészített. Talán ő volt az egész mezőnyben az összes átlövő sorban szereplő játékos közül a legveszélyesebb a kapura, hogy nem lehetett lehozni. Egyébként kicsit megint a Canellas jut eszedbe, nem a tavaly előtti év, hogy ő is egy ilyen epizódista volt inkább, de aztán néha meg pont olyan megoldásokat hozott, hogy nem lehetett, vagy nem volt értelme lecserélni. Úgyhogy és alapvetően ez jól, voltak fenn igen, most tehát jól működhet akár együtt is. Igen, egyébként a Martins is ezt emelte ki, hogy ők együtt is jól tudnak a Dekivel játszani. Hát jó, csak a probléma az volt ezzel, érzésem szerint, hogy ők akkor tudnak igazán jól együtt játszani, és válnak könnyen cserélhetővé, ha a patosz közelebbi oldalon játszik a balátlövő, tehát az első fél időben tudtak volna sokat együtt játszani, de ott nagyon kevés esélyt kaptak. A második fél időben pedig ez ugye a tipikus esete annak, amikor egy edző bizalma abszolút egy játékos felé irányul, hogy Bombácsot annak ellenére hozta be
az utolsó percekre, Pásztor, hogy ez onnan újabb problémákat generált, mert a hosszú oldalról kellett volna cserélnie. Hát igazából támadásban 4 olyan játékosa volt fent, aki alapvetően cserére szorulna, így, mondjuk én Frimmelt is ide számítom, bocsánat, elnézést tőle. Tehát a két... azért a szélen el van. Jó, tehát már úgy, hogy tehát vagy a szélen, vagy aha, le kell cserélned. És szerintem azért ez nem volt ott egy logikus lépés, csak annyira szereti Bombács játékát Pásztor, hogy nem tudott erről lemondani a hajrában. És hát végül is, hogyha azt veszük, akkor végül is összejött a Szegednek a végén a pontmentés, mert inkább a Veszprémnek állt ez a mérkőzés már. Hát igen, ott azért elléptek 4-jel, elhangzott a közvetítésben is, de hát aki látta, tudja, támadtak az 5-ért emberelőnyben, és akkor onnan jött vissza egy gólra abban az emberelőnyben, a Veszprémi emberelőnyben a Szeged. Tehát szerintem ott megnyerhette volna a meccset, és ott adta meg az esélyt a Szegednek. De hogy a Viktor szavaihoz csatlakozzak, ugye Nenadić esetében egy picit ugyanezt éreztem az utolsó támadásnál, hiszen ő a 40. perc után már nem volt pályán, mert nem tudom, térdét ápolták, és mégis az utolsó támadásra őt visszahozta Ilić. Ezeket nevezhetjük rögeszméknek. Tehát vannak az edzőknek rögeszméi. Meg vannak olyan játékosok, akik mondjuk Ilić esetében még nem mondhatjuk azt, hogy hosszú távon sokat tettek érte, de ez mégis bizonyos szituációkban már megmutatták. Uh-huh. Igen. Mondom, és bennük bízik. Dogma. Dogma. Ők a dogma játékosok. Minden edzőnek van dogma játékosa, hogy őt elő kell venni mindenképpen. Tehát ez látszott, és nem volt ott sem logikus, és nem értettem például, hogy ebben a helyzetben, amikor Nenadić megsérül, Lauge piros lapot kap, akkor az első félidőben nagyon-nagyon jól beszálló Ligetvári miért nem kapott a legvégén még esélyt. Egyébként sem értem, hogy miért nem kapott így Nenadić sérülésével, mert Lauge játékát elnézve semmi nem indokolta azt, hogy Ligetvári ne játszon többet. Igen, Lauge visszatért, ezt nem említettük, hogy a Vártnál jóval korábban, de szerintem nem ment neki. Az a piros lap pedig, és erről még nem is ejtettünk szót ilyen aspektusból legalábbis, szerintem alapjaiban meghatározta a végén az esélyeket. Utaság volt, nem volt szükséges ott oda nyúlni, főleg így, ez szerintem durvaság volt. Már előtte is volt egy felesleges szabálytalanság, vagy egy kicsit ilyen túl pörgött, nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy az egy abba, visszanézett. Az a baj, hogy ez nagyon sérülésveszélyes volt. Igen, ez csúnya volt. Illetve ami csúnya volt, és akkor mi erről is szoktunk beszélni az ilyen tabu témákról, hogy bevágta pont a kamera egy közeli képbe, és ott mosolygott. Na most, ha valaki mondjuk azt gondolja, hogy azon mosolygott, hogy sérülést okozott Bájindének, akkor nyilván tévutoljár, ez szerintünk másképp volt. Igen, úgy láttuk, legalábbis Viktor is, meg én is úgy láttuk, hogy lelátón ült a családja, és akkor a gyerköceire mosolygott, nyúlt is be a kép utolsó kockája, talán az volt, hogy nyújtotta be Pacsira a kezét. Tehát... Igen, ez egy ilyen rossz ütemű bevágás volt, úgymond a rendező részről, úgy tűnhetett, mintha megcsináltam a dolgomat, és egyébként pont írja nekünk Gábor, hogy kérdésem az lenne, hogy ti hogyan értékeltek Lauge Bánhidi Bencével szemben elkövetett szabálytalanságát, már készül az EB-re? Ha emlékeim nem csalnak, a legutóbbi világversenyeken a dán csapatot, amikor nem nyert semmit, a magyarok állították meg. Jó, hát ezt... Na, erről beszélek, hogy valószínűleg... Meghagynám Viktornak ennek a vélemény az esélyt. Én hiszem, hogy ilyen járna az eszében egy játékosnak egy rangadó 50x-edik percében, hogy most akkor sérülést okozok a meg ő talán magyar nem ez a típus, nem? Tehát nem tudom, hogy vannak ilyen típusok, de őt ilyen intelligens, normális játékosnak gondolnám. Nem. Tehát szerintem az ott egy csúcs. De ez a főtől nem volt jó az üzenete, hogy bevágták és mosolygott, de nyilván a gyerekeire mosolygott ki, hogyha megkérdeznék, valószínűleg ő is ezt mondaná. Mahéról is beszélünk, ha már beszéltünk Bodóról, most már statiszta a Veszprém csapatánál? Hát én úgy látom, hogy irányítóként nem nagyon számolnak vele. Nyilván ennek megvan az oka, lehet tippelgetni, meg háborogni ezen, de hogyha Davis sem nagyon számolt vele, és most Ilić sem, akkor annak mélyebb oka kell, hogy legyen, hiszen a klubnak alig ha érdeke, hogy egy játékos, aki olimpiai és világbajnok, és egy rakat pénzt kifizetnek neki, üljön a padon, és ne tegyen a csapat hasznára, ha tud. Hát ha a játékát megnézzük, akkor egy individualista játékosról van szó, és azt feltételezem, hogy esetleg a csapatjátékban nehezebben illeszthető be, de a bal szélen viszont szerintem, mint Strelek pótléka, vagy helyettese mindenképpen hasznos lehet.
Tehát én úgy látom, hogy hosszabb távon is ott lesz neki a pozíciója. Igen. Nyilvánvalóan. Igen. Hát kérdés, hogy ezzel mennyire elégszik hát meg. Hát igazából igen, ő egy igen. közönségkedvenc típus, igen. mint tudjuk. Tavaly ő hiányzott a legjobban ugye a West Ham szurkolóknak, ő volt a nagy kedvenc. Igen, hát így mondjuk azért elég könnyű. Tehát, hogyha nem játszik, és ugye ez a kényszerképzet ez él a szurkolókban, hogy vele menne, akkor az jó. Minél tovább fent tudja ezt tartani, hogy nem játszik, és így elhiszik, hogy vele menne, az azt mondja, hogy neki jó. Ő egy mártír lesz. Igen, ebből gyakorlatilag egy karriert fel lehet. Igen. Hát ugye volt ez a futballista, aki igen, sehol nem lépett pályára, de mindenhova eladta magát, ez a brazil igen. csaló. Hát most Májéval kapcsolatban ezt nem állítanám, mert mégiscsak egy még azért annyit kiemelnék, hogy az látszott, hogy a Veszprém egy nagyon furcsa dologra készült, mégpedig arra, hogy az indításoknál a kapusok kijönnek. Iszonyat rizikót vállaltak, tehát most azon kívül, hogy Strülek ott is maradhatott uh-huh. volna véglegesen a Corrales-szel történt ütközésnél, de az is előfordulhat ilyenkor, hogy az ellenféllel ütközik a kapus, és akkor jön a piros lap. De az látszott, hogy ez egy előre elhatározott szándék volt, hiszen Corrales és Cupara is kilépett egyszer-egyszer így a kapujából. Itt valószínűleg azt figyelték ki, hogy a Szegednél a labdaszerzések után nem lerohanások, hanem nagyon hosszú indítások szerepelnek a taktikai repertoárban, és azokra oda lehet érni. Még, és itt a gyors indulásoknál kellett volna mondanom, de tényleg egy ilyen taktikai finomság, hogy a második félidő elején a Sipos Nenadić csere az úgy történt meg, hogy beiktatták közben Blagotinseket is, hogy Sipos felment a gyors támadásokkal, Blagotinsek cserélt Nenadićsal, és amikor véget ért a támadás első fázisa, és befejezték, vagy éppen megálltak, akkor jött Blagotinsek támadni. Igen, de ennek én nem láttam az értelmét. Hát gondolom Blagotinseknél Sipos gyorsabban ér fel. Na jó, de egyszer sem. Tehát nem, haszon nem volt belőle, nem emlékszem olyanra, hát hogy Sipos. Nyilván azért felmérték, hogy ebből több haszon lehetne. Uh-huh. Na, nem tudom. Siposról amúgy még valami benned maradt? Úgy érzem. Hát én néha úgy érzem, hogy ő kicsit lelkileg elment más irányba. Most úgy, hogy ő ilyen habos csipkeruhában érzi magát a pályán, tehát hogy most már az az érzése, hogy mindenki őt bántja, és nem ő az, aki bánt. Ugyan Rostától kapott tényleg egyet, de iszonyatosan sokat reklamált, amikor felért a támadásoknál, hogy őt nézzék meg, hogy ő vele mit csinálnak most itt. Lehet, hogy egyébként ez egy ilyen az egész pályafutása során felgyülemlett sérelmek kompenzálása, hogy mindig ellene reklamáltak, most akkor ha már támad, akkor ő is egy picit. De hát én úgy érzem, hogy Magyarországon egy gyakran elnézőek Sipossal szemben a játékvezetők. Kíváncsi vagyok, hogy ez mondjuk a válogatottnál is így lesz-e. Hazai pályán remélhetőleg, hogy erre nagyobb az esély. Én nem láttam ezen a meccsen egyébként ilyesmit, már nem a reklamálásról beszélek, hanem arról, hogy elnézőek lettek volna, de szerintem jól védekeztek Ligetvárival például, ami mindenképpen pozitívum. Hát többször Blagotinseken. Még egyet igen. akartam elmondani. Csak hogy most a válogatott szempontjából mondtam azt az időszakot, persze. hogy emeltem. Hogy a legvégén ugye volt egy lövés, amit Mikler hárított, és ott nem indult el a hatoson belül pattogó labdáért. Még úgy éreztem, hogy ott azért meg lehetett volna próbálni a kapura lövést, és biztos látta az órát, hogy most már nem jut el a kapuig a labda, de én nagyon úgy éreztem, hogy a Szegednek ez a döntetlen, ez végtelenül elegendő volt. Még egyébként azért lett volna érdemes Miklernek megpróbálni a kapura lövést ebből, mert benne volt a pakliban, mint a hatos előtt ott nagy kavarodás alakult hetes ki. Hetes lesz? Hogy, hát, hogy valaki mondjuk a hatoson belül állva teszi bele a kezét veszprémiként, és akkor esetleg egy hetes jöhet a túloldalon. De ez csak ilyen szőrszál hasogatás, távol áll tőlem, tudják. Azt akartam mondani, hogy lapozzunk is gyorsan a Kubató Gábor interjúval kötök át, mert hogy ő azt mondta, az FTC elnökéről van szó, hogyha valaki nem tudná, hogy nagyon sok van bennük, a férfi csapatról beszélek, a Ferencváros férfi csapatáról. Szépen lassan épül ez is, célunk, hogy pár éven belül fellépjünk a harmadik helyre, ott pedig majd eldönthetjük, akarunk-e tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszett ez, hogy eldönthetjük, mert lehet, hogy akarunk majd, és akkor meglátjuk a Szegedet, a Veszprémet, hogyan lehetne utalérni. Na hogyan egyébként? Tehát ti láttok arra reális esélyt, hogy ezt a hegemóniát egyszer valaki egy ilyen triumvirátussá hát bővítse? Ha a kulcstábor indulunk ki, jól mondtam remélem, akkor
akkor van rá esély, de egyébként a harmadik hely szerintem kiadó éppenséggel, úgyhogy hogy azt már akár ebben a szezonban ad abszurdum meg lehet szerezni. Hát azért ugye ezek nagyon komoly tradícióval bíró klubok, amelyek évtizedeken át építették fel azt, ahol most tartanak. Nem egyszerű szerintem, és nem ugyanannyi pénz kell távolról sem a férfi nem kézilabdában. Nem kell olyan sok pénz, a Győrnek se kell ennyi, azt is mondta az elnök úr. Hát én úgy egyébként érzem, erről is majd beszélhetünk. Hogy abban nagyon igaza van Kubatov Gábornak, hogy majd meglátják, mert én úgy érzem, hogy a Ferencváros olyan helyzetben van jelen pillanatban Magyarországon, hogy azt csinál, amit akar. Tehát ők kinézték, hogy vízilabdában BL-t akarnak nyerni, hogy gyorsan megnyerték. Na jó, most elkezdenek a nőiről beszélni. Jóval hát, olcsó. Nyilván, de most elkezdenek a... Most már a futballcsapatnak 10 milliárdos költségvetése van, tehát odáig jutottak. A női kézilabdában is ugye most már arról beszél, hogy majd most már BL-t kéne nyerni. Tehát, hogy a Fradi ezt elszánja, lesz itt egy 20 ezeres csarnok. Ha ott sok néző lesz esetleg a meccseken, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy befektessenek-e nagyobb pénzeket. Hát a női kézilabdáról tett megjegyzései azok szerintem még érdekesebb. Igen, de mondjuk maradjunk egy nagyon rövid ideig a pénznél, hogy szerintetek tényleg jóval, mert itt ez a lényeg, hogy jóval kevesebb pénzből megugorható az a bravúr, hogy BL-t nyer, ugye ezt mondta az elnök. Ja, hogy a Győr kapcsán igen. Mondta ezt. Mert hogy itt a jóval kevesebb, mert azért ahhoz képest meg az látszik, hogy eléggé, hogy mondja, meg kell küzdeni azért a BL címért, még a Győrnek is. Pontos számokkal nem vagyok tisztában. Most, hogyha azt vesszük, hogy tavaly az Etónak nem sikerült nyerni, aki megnyerte, valószínűleg kevesebb pénzből gazdálkodik, de hogy mennyivel kevesebből, azt én nem tudom megmondani. Hát meg itt az a hangsúlyos, hogy a bravúr. Egyen. A Győrnél nem bravúr az, amikor megnyeri a BL, tehát ez a lényeges, hogy nagyobb a költségvetése, de éppen ezért nem bravúr a BL győzelem, hanem általában a Győr nyeri az előző években igen. A Bajnokok Ligáját. Tehát az azért szintbeli különbség, hogy véletlenül, szerencsével, jó szezonnal, kiugró formával az ellenfelek rossz paszban vannak, így összejön egy BL győzelem. Tudjátok amúgy, hogy mennyi ez, ugye mondta, hogy néhány éven belül BL kellene nyerni, hogy milyen költségvetés az, amivel ott lehet lenni az első két-három-négy csapat között? Tehát még szerintem egy 2-3 milliárd forinttal biztos. Az már biztos. De inkább az az érdekes szerintem a nyilatkozatban, hogy Kubatov Gábor önmagának mond ellent. Tehát amikor azt mondja, hogy kevesebb pénzzel ez megugorható, miközben arról beszél, hogy egyébként ki kéne alakítani egy scout hálózatot a kézilabdában is, hát az mondjuk nem ingyen van. Hogy olyan orvosi háttér kellene, mint a futballban, hát mondjuk az nem ingyen van. És pont azért nincsen a kézilabdában, mert kevesebb a kézilabdában a pénz. Tehát ha ő kiépít egy scout hálózatot, amely Dél-Amerikában is figyeli a tehetségeket, az mennyi pénz? Plusz, bár ebben ugye megoszlanak a vélemények, de az is elhangzott ebben az interjúban, hogy felül kell vizsgálni a külföldi játékosokkal kapcsolatos politikájukat, játékos politikájukat. Tehát, hogyha még hoznak van. Sztárjátékosokat. Azt hittem, hogy ez az, amikor Gribicset szerződtették, és megjött az ötödik légiós, akkor ez megszűnt. Szóval, hogy ez is talán több pénzbe kerül, mármint én azt feltételezem, bár nyilván hallan olyan pletykákat, hogy a magyar játékosok is eléggé öntudatosak, amikor a bértárgyalásokra kerül sok. Hát igen, meg közben panaszkodik, hogy a legjobb magyar játékosokra ráigér a Győr, és akkor elviszi. Hát, tehát úgy tudsz csak keretet építeni, gondolom én, hogyha megadod azt a pénzt a játékosoknak, amit máshol kapnának. Igen. Az már emeli a költségvetésedet. Egyébként meg azért ebből a mondatból, vagy összetett mondatból az a része szerintem, hogy a Győr elviszi a játékosokat, az előfordul, hát ők is elvitték Érdről a játékosokat. Tehát így van. Az erősebb kutya, vagy aki több meg pénzt kínál, vagy több vagy nagyobb karrier lehetőséget van a pillanatban. A fiúknál, de elvitték ugye de, akár a Veszprémi, kis Veszprémtől is a nagy Veszprém. Igen, tehát, igen hogy... ugyanez, de a Fradira visszatérve az mindenképpen különbség, hogy amikor ők Érdről innen-onnan elvittek játékosokat, akkor zömmel azért ők játszatták. Tehát, hogy nem volt olyan, mint most Háfra esetében. Igen, aki, a Háfra az egy támadási kívül, felület, valljuk akin be, nem kívül nem tudok most ilyet mondani, mert Lukácsot elvitték, Sacult elvitték, de ők játszanak. Az egy jogos támadási felület amúgy, tehát hogy most például a Fradiban ő játszana? Most tényleg csak így hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem lenne ott Zácsik most, tehát hogy akkor így kell elképzelni igen. A Fradi keretét, legalábbis gondolom nem lenne ott. És akkor játszana, kérdés, hogy mennyit? Ugye a hét másik híre az mi volt? Andris, a Fradinál volt valami? A Fradi, hát igen, az Elek Gábor életfogyték, aláírt.
De tényleg, tehát, hogy én a Fradinál, ha valaki szerintem edzőnek áll, akkor biztos, hogy a Ferencváros az egy ilyen tök jó érzés lehet a női kézilabda kapcsán, mondom. Ugyanis, ha belegondoltok, ott tényleg tradíció, hogy sokáig ült a padon az édesapja, ugye a Gábornak, utána sokáig ült a padon a Németh András, most értsd a sokáigat a többiekhez képest, hát értem. De nemzetközi szinten nem, is talán mondhatjuk sokáig. És azt gondolom, hogy... Mindannyian, azt tegyük hozzá, hogy mindannyian nagyon erősen kötődnek érzelmileg a gyerekkoruk óta tulajdonképpen a Fradihoz, vagy fiatalkoruk óta. Ez így van, tehát érzelmileg is kötődnek, úgyhogy, de nem csak ő írt alá 2024-ig, ugye most 3 évről beszélünk, hanem több játékos is, egy viszont nem. Érzelmi okokra, vagy azt hiszem valami hasonlóra. Benke. Haza akar menni. Igen. De most is hangsúlyozta, hogy ő nagyon jól érzi itt magát. De érthető, hogyha a párja... Annyira jól érzi magát, hogy hazamegy már, bocsánat. Jó, de azért az a párja nélkül él itt, okay. Meg a családja nélkül, nyilván. Illetve nem ez az első éve légiósként, meg nem is a második, hanem már Oroszországban is játszott korábban, tehát ő eddig bírta ezt. Igen, hát most én nekem azért vannak kérdéseim ezzel a sok hosszabbítással kapcsolatban. Például én nem tudom, hogyha BL-t akar nyerni a Ferencváros, akkor és elment az első számú beállója, mert ugye Benkét vagy elmegy. Így értékelem, hogy Kisfaludi Anette az a játékos, akivel feltétlenül a Bajnokok Ligája. Nyilvánvalóan igazolnak még, tehát gondolod, hogy ő vele hát valaki kell, személyben. Kell még. Hát meg a Kovacsics Anikó, hogy őről nem tudunk most semmit, igen, az is egy kicsit a furcsa, igen. Igaz. Hát ő most sérült, tehát igen, lehet, meg kell várni, hogy mi lesz vele, nyilvánvalóan. Minden esetre szerintem az előremutató, és nagyon jó, hogy fel tudja a Ferencváros mindenkinek lobogtatni egy papíron, hogy nekünk már a következő évekre megvan a csapatunknak a törzse, a gerince. Tehát ez egy nyugalmat ad nyilvánvalóan az együttesnek, és hozzátenném, hogy egy olyan időszakban történt, amikor egyébként is minden úgy alakul, ahogy a Fradinak az jó. Az összes mérkőzésén jól jött ki gyakorlatilag ebben a szezonban eddig a Ferencváros a szoros helyzetekből, a végjátékokból, és az, hogy bejelentették most még a Bukarest elleni első meccs előtt, az is egy jó időpont, mert nem lehetett tudni, hogy mondjuk ez alatt a 8 nap alatt a Bukarest, Győr-Bukarest 3 meccsből mi lesz a vége. Igen, pont az jutott eszem, hogy Viktor ebbe belekezdett, hogy azért volt olyan a közelmúltban egy magyar csapatnál, hogy jó ideje megköttetett egy szerződés hosszabbítást, csak nagyon nehezen találtak megfelelő időpontot, mert jó lenne győzelem után, egy szép győzelem után bejelenteni. Aztán végül sikerült találni erre alkalmas időpontot, de hogy a Fradinál ez most egy tökéletes időszak. Igen. Hát a Gábor mondta, hogy most a 3 meccsükön, hogy... Ebből egy pipa. Valami már azért azt gondolom, itt mutatja majd, hogy hol tartanak. Hát nyilván inkább a heti Győr-Fradi meccset várjuk mi is. Igen, de azért ez a Bukarest, ez egy komoly erőfelmérő volt szerintem. És azért a Fradinak állt összességében, tehát én azt mondom, igen, itt a koncentrációra hivatkozott ettől függetlenül az Elek Gábor, hogy az hát nem tetszett neki. Igen, ott volt azért, amikor már kicsit szorosabbá vált a meccs, volt egy-két olyan vállalása úgymond a csapatnak, már ezt én emlékszem konkrétan, ami felesleges volt, amiből egyáltalán megadatott az esély a Bukarestnek, hogy egyenlítsen többszöri nekifutásra. Azt állapítanám meg ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy a Fradi áldott állapotban van, ezt Kim Rasmussen mondta talán a magyar kézilabdára, amikor junior eredmények jöttek. Most én ezt a Ferencváros a női kézilabda csapatára mondanám, már ez rosszul hangzik, az áldott állapotban van. Nehogy többekről kiderüljön, és akkor már nem lesz akkor áldott állapotban a Fradi kézi csapata, de hogy most áldott állapotban vannak, egyszerűen nem tudnak olyat csinálni, hogy ne jöjjenek ki belőle jól. Ez mondjuk a Győr elleni meccsig igaz, tehát most nem tudjuk, hogy ott mi fog történni, mert hogy az, hogy Bíró Blanka, aki az egész szezonban, meg most már nagyon régóta nem nagyon fogott átlövéseket, most ennyit fogjon meg, mint amennyi... Ebből úgy kezdte. Igen, ezen a mérkőzésen. A túloldalon világ egyik legjobb kapusa, Tess Wester, nem fog labdát. Nem, konkrétan nem fog labdát. Tehát azért ez nagyon ritka. Az, hogy a világ egyik legjobb lövője, ne águl mondjuk a hajrában, üres kapura roncson el egy helyzetet. Na jó, de mondjuk ne águlról, tényleg azt én fel is írtam magamnak, hogy 7/17-tel zárt, igen. De az utolsó két lövése, az bement. Az és bement. Azzal egyenlítettek, igen. Aztán a másodikkal. De, tehát egy csomó olyan pont van, amiből csak ha egy rosszul alakul, akkor a Fradi nem tudja megnyerni a meccset. Gribics de, például ő is ide vehető, hogy nem volt olyan jó meccsei, igen, most meg ő fogta. De ki minden van. Úgy igen. Alakul, és ez az egész szezonban így van eddig, ami nem tudom meddig tart, de amíg tart, addig nagyon jó. Azt azért hozzátenném, hogy
A Fradi több szempontból más dolgokat csinált ennek a mérkőzésnek az elején, mint a legtöbb találkozóján. Sokkal zártabb volt a védekezése, nagyon készült az ellenfél beálló játéka ellen, és ez egy jó darabig ki is tartott, és működött. A másik meg az, hogy támadásban, ugye azt szoktuk meg, hosszú időszakon keresztül, hogy Bölk az, aki elindítja a csapatot, most viszont egész tudatosan játszottak arra, hogy Gribics indítsa el az együttest, áthelyezték a beállót a másik oldalra, az ellenfél bal kettes, bal hármas védője közé, Bölk középre ment, rá fellépett a másik hármas, és óriási területen maradt ott Gribics, bal átlövő poszton, Klikovácsal, akit ráadásul jó barátnők, tehát nagyon jól ismerik. Tehát rendszeresen, nyilván tudta Gribics, hogy Klikovácsot meg tudja verni. Ismeri annyira, ugye... De ez egy nagyon belül. Okos lépés volt. Igen. Tehát itt volt egy olyan nagyon jó húzás az elején, ami el is indította támadásban a Fradit. Ugyanakkor viszont, amire azt mondom, hogy minden összen a Fradinak, az az, hogy továbbra is érzek teljesen a logikának ellentmondó döntéseket, amik mégis győzelemmel végződnek. Most elmondom, hogy nem tudom, hogy ti úgy gondoljátok, de szerintem ez volt Stolle legjobb. Igen. 20 perce a Ferencvárosban. 22. Majdnem. 5-ből 5. Ehhez képest onnantól kezdve egy másodpercet nem volt a pályán. A rövid oldalon megint nem cserélte el Gábor Kluibert, jobban mondva egy időben elkezdte cserélni, és azt a Szőlősi Zácsik Szandrát hozta be védekezni kettesbe, akit az első fél időben le kellett hozni a kettes védekezésből, mert összeomlott a csapat védekezése, amikor megtörténtek a cserék. Igen, hát Omoregi nagyon jól egyegyezett ott a ketteseken, tehát a bal oldalunkon. Ezek teljesen logikátlan döntések, sőt azt mondom, hogy rossz döntések, és bejönnek. Bár Kluiber ugye úgy kezdett, hogy az első fél időben, tehát a hátralévő 8 percben ő még lőtt 3 gólt, ergo a két jobb átlövője a Fradinak, összesen 8 gólt lőtt az első fél időben. Tényleg ez. És aztán utána a második fél időt is úgy kezdte, hogy lőtt még rá egyet vagy kettőt, tehát ott nagyon jól állt, de a 35. perc után nem lőtt gólt Kluiber, és végig is fennmaradt, és a végén ő ment bele. Tehát, hogy ott azért pengejelen táncolt. De ez kiszámíthatatlanná teszi a Ferencvárost az ellenfél edzőinek se, hiszen nem értik és ők megnéztem amúgy, hogy kíváncsi voltam én, hogy történt-e valami Stolléval. Nem. És visszanéztem azt a részt, amikor lecserélték. Volt egy irányító befutó, vagy nem tudom, tehát Zácsik befutott, és megpróbálta oda pattintani neki a labdát, eladta, abból gólt kaptak, és utána cserélte le Gábor, jött Kluiber, aki szerintem nagyon jól szállt be, és egyébként a védekezésben, tehát most nem oda jártak hozzá gólt lőni, alapvetően szerintem a másik oldali kettesnél többet akcióztak. Hát Neagúval szemben védekezett, de Neagú nagyon sokszor a hármasok sokat fölé hibázott, járt. Így van, sokat hibázott lőni, de nagyon sokat, igen. Úgyhogy, és utána, tehát én nem érzékeltem, hogy bármi problémája lett volna egészségügyi gondja Stollénak, és fogadni hát, igen, én is ezért néztem meg újra ezt a jelenetet, majd megnéztem, hogy a végén Stolle, amikor körbe ugrál a csapat, ő is ott ugrál, és ugyanúgy ugye a sortban, mezben van, tehát nem kellett ápolni, nem öltözött fel, mint sérült. Mindenesetre vele is szerződést hosszabbítottak, ami meg szerintem egy jó hír, mert most mind Kluiber, mind pedig javuló tendenciát mutat, még pedig erőteljesen javuló tendenciát. Igen. Támadásban. Na szóval az a lényeg, hogy logikátlan döntésekkel lehet, hogy meg lehet lepni az ellenfelet, de azokkal is lehet nyerni, és én gyakran ezt érzem a Ferencvárosnál, hogy így is megy, viszont még egy dolgot szeretnék kiemelni. De várj, ezt föl kell vezetnem, mert tudom, hogy mi lesz a sporttörténelmi pillanat következik. A szurkolókról. Igen. Tudtam. Hát persze, mert erről beszéltünk. Én szeretném kiemelni azt, hogy a Fradi Bukarest mérkőzésen milyen szenzációs volt a szurkolás. És egyrészt azt, hogy amit én többször nehezményeztem, ugye, hogy a mérkőzések megkezdése után himnuszt énekelnek, és itt ironizáltam is, hogy volt olyan himnusz, ami alatt 2 gólt kapott a Fradi, és az azért elég ritka a sporttörténelemben, hogy 2 gólos hátrányba kerüljön egy csapat a saját himnusza alatt, de hogy mondjuk, tehát 5 légióssal kezdett a Fradi, nem zavart volna meg sokakat a himnusz éneklés a pályán, de nem volt, és nagyon kultúrált volt végig a szurkolás, nem lehetett rasszista hangokat hallani, olyan volt, hát azt kell, hogy mondjam, furcsán fog hangzani, de európai volt a hangulat a csarnokban, bocsánat ezért, és nem abban az értelemben, ahogy Dániában, vagy Németországban. De pont ezen gondolkodtam, hogy hol hallasz ilyet, nem sok helyen. Hát azért Franciaországban szerintem igen, ott tudsz, meg esetleg Spanyolországban, hogyha éppen olyan a közönség. Férfi csapat, nem. De
de ez egy nagyon-nagyon jó szurkolás volt. És akkor itt térjünk át a Debrecenre, szerintem, csak hogy maradjunk a témánál. Igen. Hát ott csak annyit mondanék, hogy szerintem a debreceni vezetőknek saját maguktól kéne bezárniuk a csarnokot a következő hazai meccseken. Tehát, hogy ezt az alpári sutyerákságot, ami ott zajlott a csarnokban, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy ugye ezeket a hangokat elkezdték kiszorítani a futballstadionokból, mert ott büntetés jár érte, és hogy ezek a drukkerek bemennek a zárt térbe, és azt csinálják, amit a debreceni szurkolók csináltak. És ezzel, tehát tényleg voltak ilyen hangok elég erőteljesen, ezt kiegészítve, azért szomorú számomra, mert egyébként szenzációs hangulat volt az elején. Tehát aztán rákezdtek a románokkal való foglalkozásra, más magyar városokkal, csapatokkal való foglalkozásra, és erre nem volt szükség szerintem, mert szenzációs volt, hogy végig szurkolták, végig énekelték. Hát meg a cigányozás az azért rendszeresen visszatérő refrénként szerepelt. Igen, az az ellenfél. Egyébként érdekes volt, mert tényleg volt olyan, amikor egy tiszta belemenés nem fújtak be a Debrecen javára, és akkor is a románokat szitták, pedig a játékvezetők fehér oroszok voltak. Úgyhogy, hát arra nincs még rigmus. Na mindegy, szóval hogy én ezért vagyok csalódott, mert úgy indult az egész, hogy csodálatos volt a millió, és aztán egészen csúnyán zárult, miközben ugye döntetlen ért el a csapat, tehát nem sikerült egy elég masszív román ellenféllel szemben kiharcolni. Nem volt disznójuk, bármilyen malacok. Előnyt. Igen, a nagy disznód, így mondhatjuk magyarul ennek a településnek a nevét. Mert megnéztem, hogy a Banyik Mosztal játszottak ugye az előző körben, és ott nyertek idegenben a románok egyel, és otthon kikaptak egyel, tehát azt nem mondhatjuk, itt a Debrecen esélyei elszálltak volna. Nem egy verhetetlen csapat. Igen. Ha megnéztük, igen. De kintről nem is voltak képesek gólt szerezni. Igen. Alapvetően a csapat szerkezete sem olyan, ennél a román igen. együttesnél viszont nagyon-nagyon hatékony. Válogatott szempontjából egy-két mondat. Hát most ugye akarunk a válogatottról beszélni, igen. Most áttérünk innen hát a válogatottra. Igen, de is az MTK-ról még egy mondat, hogy ők is ugye játszottak, kikaptak elég rendesen, és hát akkor ott is az esetleges válogatottakról, vagy válogatottról. Jó, meg a Vác, szóval amelyik a Blomberg Lippé megverte, tehát ő nekik sikerült előnyt kiharcolni. Tehát ilyen szempontból kérdezem, hogy láttatok-e válogatottba biztató teljesítményt kicsit? Kácsó Gréta nagyon jó volt támadásban. Ez igaz. Szerintem Planéta is mutatott itt egészen jó dolgokat. Hú, nem? A Debrecenről nagyon szomorú vagyok, tehát ezt tudom mondani. Hát Vámosnak nem ment most. Igen, tehát hogy Planéta most jó volt támadásban, de ugye megnéztem a hétközi meccsüket is, amiben a magyar bajnokságban kapta ki az MTK-tól, és azt nem tudom, hogy ezen a hét, mindegy, előző hétvégén, tehát azt is megnéztem, Vámos Petra nagyon rossz formában van, a beállók nem elég eredményesek támadásban, Planétán még mindig ugye érződik, hogy nincsen azon a szinten, ahol a sérülés előtt volt. Tehát, hogy összességében a válogatott szempontjából nézve ez nem olyan működőképes és jó. Én a védekezést azért kiemelném, mert az a román csapat ellen is jó volt, és az MTK ellen is bizonyos szakaszokban, de utána Vámos Petra az első számú irányítója ennek a nemzeti csapatnak most, az ő támadásbeli impotenciája az egy kicsit aggasztó. És az aggasztja Vovát is, ugyanis pont Imre állandó regényírónk semmiről nem marad le, és megértő a Sport TV-ben egy interjúban azt mondta Vova, hogy láttam a hétvégén az irányítókat is, hát sem a Vámos Petra, sem a Tóth Eszti nincsenek jó formában, ez fáradtság is lehet, de csak két irányító van a keretben, elképzelhető, hogy ott is kell még valamit változtatni. Aha, változtatni? Változtatni, tehát akkor lehet, hogy behoz új embert. Erre gondol. Na most, mert én nekem rögtön ez volt az érzésem, ugye a Moson-Magyaróvár-Győr mérkőzést néztem meg, és ott tényleg nem ment Tóth Eszternek, nem játszott rosszul, de a lövései nem jöttek olyan százalékban, mint ahogy kellene. Tehát ő neki az egyik nagy erősség, azt itt ki is emeltem, hogy amikor jó paszban van, akkor egészen extra lövő teljesítményre is képes, amellett, hogy megjátsza a többieket, viszont Tóth Gabi fantasztikusan jól játszott, és Tóth Gabi védekezik is. És az fogalmazódott meg bennem, egyébként ez Háfra a múltkor általam említett helyzete alapján is, hogy nem lenne jobb a keretbe ebben a pillanatban Háfra helyére betenni Tóth Gabit, mert akkor van egy olyan játékosod, aki egyébként ballövőt is játszik, mert ugye a Moson-Magyaróvárban Tóth Eszter és Tóth Gabi egymás mellett játszik, hol az egyikük a balátlövő, hol a másikuk.
természetesen a másik tót irányít addig. Egyébként a Hafrával kapcsolatban csak egy mondat, hogy aki nem érzelmi tekintetben közelíti meg, mert szerintem érzelmileg semmi bajot sincs neked se a Hafrával, meg semmilyen szempontból. De ugye kiemelted múltkor, és ebből egy kisebb részletet is kitettünk a Facebook oldalunkra, aki még egyszer mondom, nem ilyen érzelmi szempontból közelítette meg a kérdést, akkor te is láttad azért a kommenteket, nagyjából egyetértettek azzal, hogy jelen pillanatban megkérdőjelezhető az, hogy ő neki milyen szerepe tud lenni most a válogatottban. És még egyszer mondom, hogy a most, ezt te is kihangsúlyoztad, nem hosszú távon, hanem most. Igen, itt a Győrről még nem ejtettünk szót, de azt nekem szemet szúrt, hogy ott is mennyire támogató a légkör körülötte. Tehát, hogy annyira szeretnék a társak is, hogy sikeres legyen, és minden jó megoldásának nagyon tudnak örülni. Különösen Enze Minkóval láttam, hogy nagyon sokszor mosolyognak össze. Igen, szóval hogy ez szerintem egy tök jó jel, és még tényleg az Győrről zárójelben az az érzésem, hogy ha bárki ellen öt játékost nélkülöznie kéne az Eto'nak, az ellenfél kijelölne ötöt, de azzal a kitétellel mondjuk, hogy egy posztra azért egy ember maradjon, akkor is megvernék az összes ellenfelüket mostanság. Ezért lesz nagyon jó a Fradi meccs, egyébként én annyira várom, gyerekek. Hát ugye most, ha a BL meccsel tekintünk, akkor Ryu nem játszott, igen. Tehát gyakorlatilag egy balkezesük volt a bal szélső, vagy jobb szélső Lukács Viki, és senki más nem volt balkezes, és így is megoldották akkor két beállós játékkal, Háfrával, jobb lövőben, aki sajnálatos módon egyébként a jobb szélen védekezett ebben az esetben, egyébként meg nagyon sokszor cserélték védekezésbe. Tehát Háfránál az a probléma, hogy nagyon önbizalom hiányos, ez a Moson-Magyaróvár elleni meccsen iszonyatosan látszott, a BL meccsen is, amikor bal átlövőben játszik, ami a válogatott beli posztja, akkor alig néz a kapu felé, jobb lövőből lőtt három gólt ugyanazon a mérkőzésen, vagy kettőt és egyet ballövőből, igen. De hogy nagyon keveset játszik azon a poszton eleve, amiben a válogatottban számítanának rá, önbizalom hiányos, nem védekezik, és én nekem az a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy Háfrának lenne a legjobb, ha most nem tennék rá a válogatott terhet. Nem tudom. Én nem vagyok ebben olyan. Ez ugyanaz, mint a fiúknál Tatabánya, esküszöm, nem? Tehát, hogy ott is ki tudja, hogy mennyire tesz jót, vagy éppen rosszat nekik, hogy mégiscsak megkapják az esélyt, hogy köztük nem, vannak. Igen, de az előző években nem tett jót Háfrának az, hogy a válogatott terhet is cipelnie kellett. Ugyanakkor egy másik szempont, hogy ennyi befektetett idő, energia és pénz után nincsen Magyarországon balátlövő, akit oda lehetne tenni a keretbe. Ez az a poszt, amiben egyszerűen dúskálni kéne a játékosokban a jobbkezes lövő. Tehát, mert hogy zseniális irányítót találni, amihez kiemelkedő játékintelligencia kell, nagyon nehéz. Itt a balkezesből kevés van, de az, hogy jobbkezes lövőből nem tud a magyar kézilabda kitermelni olyan játékosokat, hogy ne csak azt mondjuk, hogy Szőlősi Zárcsik, aki már kétszeres anyuka, ott van első számú lövőnek, és mögötte akkor gondolkodunk, hogy az a kácsor legyen-e, aki egyébként nemzetközi rutinnal nem igazán rendelkezik még, majd megszerzi, vagy az a Háfra, akinek már van nemzetközi rutinja, de évek óta vergődik a súly alatt, és nincs más, akit oda lehetne tenni. Hát ez szerintem egy kudarc, egy óriási nagy kudarc. Mindenesetre már a balkezesek szóba kerültek, szerintem akinek a nevére a legtöbben felkaptuk a fejünket, ő Albek Anna, aki ugye a Metzingenben játszik, és junior Európa bajnok, tehát ott Pál Tamaráékkal éppen Kácsorral együtt nyert Európa bajnokságot, és én azt érzem az ő beválogatása mögött, egyrészt ugye dolgozott már Golovinnal a korosztályos válogatottban, másfelől pedig egy picit már a Tomori utáni időszakra készül szerintem a válogatott, hiszen egy 187 centis alapvetően inkább a védekezésben használt játékosról beszélünk, ugye a Metzingennél, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez az ő behívásának az egyik nagyon fontos ismérve. Az a helyzet, hogy Albek Anna nem kap még elég lehetőséget a Bundesliga 1-ben a Metzingenben, úgyhogy éppen ezért most egy Bundesliga 2-es csapatba kettős játékengedéllyel kölcsön adták, vagy ott is játszik, és ott egyébként a legutóbbi mérkőzésén 5 gólt szerzett is, és mellette védekezett, tehát ő még messze nincsen azon a szinten. Inkább azt lehetett már a juniorok között is látni benne, hogy benne van a potenciál arra, hogy nagy játékos legyen. Aztán, hogy ebből mi jön ki, eleve alkatilag pontosan megfelel mondjuk az átlövőkkel szemben támasztott követelményeknek. Magas, hosszú végtagokkal, ha erre építenek megfelelő izomzatot,
és meg lesz a megfelelő lendülete, akkor nehezen fogják tudni megállítani, nagyon magasról tud lőni. Szóval, de hát mondja Golovin, hogy ő még nem erre. Így van, negyedik. A világbajnokságra jön. Hogyne, nyilván. Hosszú táv. Hát, hogy a másik érdekes az Töpfner Alexandra, aki bent van a keretben. Jobb szélsőként az bent alvából, igen. A korábbi összetartás nyomán is. Mondjuk ezt nehezebben tudom megfejteni. Hát igyekszem, ezt olyan szívesen megkérdezném egy érintettől, mondjuk a szövetségi kapitánytól. Na, ez volt már a Vax, valami még beléd szorult abból a... Hát ezer dolog, az egy külön kiadás. Az élő csevegésben meg kiadod magadból. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, Facebookon is Vax, úgyhogy írjatok nekünk bármi kérdésetek van, sziasztok! Sziasztok!